Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Cat Survival Tropical Island folytatása. Lássuk, mire megyünk. Ezúttal. Azt hiszem, ezt berakjuk. Ott tudnánk. Azt fel tudjuk törni, fel tudjuk törni. Azzal lehet kötelet csinálni, azt hiszem, az kellett valamihez. És kapunk nyakláncot, meg szoknyát, meg cipőt. Na, az mondjuk jól hangzik. Már azt hiszem, van valamennyi ruházatunk. Nem egy fényes mennyiség, de valamennyi azért akar. Egy rendes cipő az mondjuk nem ártana. Mibe kerülne? 4 kötél. Meg... És azt hiszem abból lesz a kötél is, úgyhogy ez gyakorlatilag 6 kötél. Mennyi van? Mert akkor lehet, hogy nem reménytelen. Ebből lesz egy második kötél. Ez még 3, még 2 kötél, meg egy bunda. Akkor kell majd még egy kókusz. Jó. Alakul, de még nem teljes. Oké. Azt hiszem, bemegyünk a dzsungelbe, és ott próbálunk találni valamit, ezzel nem jutok előrébb, azt majd egyszer kihozzuk. Hand drill. Ja, azt hiszem az a tűz bogyó. Sok-sok. Mi egyéb? Mondjuk olyan egy adag kaja, azt azért együk meg, szedjük ki. Nem tudom, hogy érdemes-e azonnal megenni, vagy sem, de azt hiszem azzal járok legjobban. Ezzel nem tudok mit tenni. Ennyi kókusz, az mondjuk valami. Egy kő, meg még kókusz. Például a kókusz az jól fog jönni. Rengeteg pálma. Hozzuk ki a... Kő az mennyire nehéz? Nagyon. Ja, ennyit tudom kivinni. A tengerpartra. Remek. Viszont nincsen az a fa alkatrész, amiből esetleg lehetne egyebeket csinálni, viszont akkor tudjuk meghámozni. És akkor az nem kopik, az azért hasznos. Jó. Kókuszt egyenre nem bontjuk fel. Azt hiszem az kéne ahhoz, hogy a kókusztejet kinyerjük a kókuszból. Jó. És akkor most már nem nagyon tudunk mit csinálni. Hát azért fürödjünk meg. Annyival legyünk túl, és akkor... Tudunk bármi hasznosat tenni. Tudunk homokot gyűjteni, de az olyan nagyon nem izgat. Ez meg kéne valami, amit csapdázunk hozzá. Ezekhez már mind túl sötét, akkor aludjunk.
Reméljük túléljük a következő éjszakát. Kajásak, szomjasak, mi egyebek vagyunk, ez nyilvánvaló. Eső még mindig jön, úgyhogy az nagyon jó hír. Ó, kicsit fázunk, ha jól értem. Azt hiszem megiszunk még egyet, és akkor teljesen tele vagyunk. Dobjuk be a vízgyűjtőbe. Kajásak vagyunk. Úgyhogy együnk meg egy adag kókuszt. Ezt meg dobjuk be a vízgyűjtőbe. Igazából tudnánk még enni kókuszt. Bár valószínűleg már nem nagyon boldog attól, hogy kókuszt teszik ennyi mennyiségbe. Hát az olyan szörnyű. Na mindegy, még mindig tudunk vizet gyűjteni. Úgyhogy azt az elsőt azt szépen tartsuk meg, amíg lehet. Három. Kicsit szomorú. Építsünk egy... Hogy hívjákat? És... Kezdődik a következő móka. Alakulunk. Oké, az nem segít rajtunk, nem akarunk újabb éles köveket. Igazából lehetne jobb kaját készíteni, de az most annyira nem vonz. Azt a cipőt akarnám megcsinálni. Mert az egy jó ötletnek tűnik. Úgy mindennel együtt. Ahhoz kell még egy kötél, ha jól emlékszem. Alakul a ismeret. Mondjuk nem tudom, hogy mit érünk el majd, ha teljes lesz. Jó, és akkor azt hiszem most meg tudjuk csinálni. Nem egy olcsó menet, de megvan a cipő. Egy következő feladat megvan. Kéne tábor? Ja, kéne. Meg nagyon sok minden más is kéne. Remek, és akkor van már cipőnk. Egy picit javít a helyzeten. Mindenünk nedves, hát majd meglátjuk. Ja, mit tudunk még gyártani? Sipka az most különösebben nem kell. A hátizsák az biztosan jól jönne, de hát az egy picit hosszú meló. Vegyünk meg egy ilyen kaját. Azzal egy csipetnyit előrébb vagyunk. A hátfájáson nem sokat tudunk segíteni. Ahogy azon se, hogy tüzes a környék. Igazából most azt hiszem azzal tudok előrébb jutni, hogyha itt találunk némi fát. Ne, de csak nem akarunk fatörmelékbe belefutni. Na. Mert... Azzal tudunk 3 óra alatt valamit előre egy lyukat fúrni. És akkor van egy kőbaltánk. Mindjárt jobban állunk. És akkor felteszem azzal, kivághatjuk ezt a fát. Úgy bizony, lett némi bogyónk. Alakul a dolog.
Ez igazából majd egyszer. Ehhez mi kell? Három long stick, meg némi kötél. Azt még meg tudjuk csinálni. Ahhoz, hogy long stick legyen, ahhoz további fák kellenének. Felderítve még mélyebbre mehetünk a dzsungelbe. De igazából nekem a fa kell. A kis fa. Oké. Itt hajlandó kivinni a fát, érdemes lenne. Oké, ennyit tudom kicipelni. Mert a baltát nem akarom itt hagyni. Értelemszerűen. Úgyhogy ezt kivisszük a partra. Remek. És akkor elvileg meg tudjuk csinálni a... hogy hívjákat. A menedéket. Ha minden igaz, szomjas. Annyira nem vészes, de mondjuk inkább ígyünk meg, mint hogy elveszítsük. Mert ami bennünk van, azt nem veszítjük el, az már nem párolog el. Hát egy fél napra elég, plusz ami a kókuszokban van esetleg. Megvan a két kötél. Úgyhogy megépíthetjük ezt a menedéket. Megvan a szerkezet, 10 pálmalevél, a sima ügy. Jipi! Van menedékünk. Alakul itt a dolog. Derítsük fel a belső dzsungelt. Halásszunk. Fogalmam sincs, hogy azt hogyan kell, de... Aha. Készítsünk horgot, meg mi egyebet. Vagy más hasonlót. Valami... Semmi, hát fogalmam sincs, hogy azt mivel kéne. Jó. Gyakoroljunk egy kis pálmamászást. És akkor picit javul az esély, hogy megmásszuk. Remek, sikerült. Kicsit meg... zizzentenünk magunkat. Jó, hát ez nem egy remek opció. Ó, hogy fertőződik, az nagyon jól hangzik. Az kimondottan jó lesz. És éhesek vagyunk, mint a nyavaja. Nem. Akkor kell egy éles kő. És akkor egyenlőre ígyük meg a kókusztejet. De az éhség ellen ez nem segített. Szerencsére most még nincs olyan sötét, hogy ne tudjunk dolgozni. Ami hasznos. Hogy állunk szomjúság terén? Igazából... Megyünk meg egy ilyet. Nyilván lehetne, hogy hívják, megsütni, de... az rengeteg erőforrásba kerülne, amire most nem annyira van opciónk. Jó,
Lehetne alámerülni, meg mi egyéb, kicsit fürödjünk meg, jobb híján, és akkor aludjunk. De nem itt, csak úgy, hanem itt, a menedékbe, mert az jobb. Az minőségi pihenést ad. Hát a kajából nem állunk jól. Maradjunk annyiban. Ezt valamivel el kéne látni. Gondolom, hogy ilyen aloe vera vagy ilyesmi lenne. Jó. Nem. Nem ez kéne rá. Kár. Na mindegy, kenjük magunkra. Jobb híján. Remélem akkor nem lesznek nagyobb bajaink. Ezt a vizet azért ígyük meg. Mielőtt teljesen elpárolog. Ezt daráljuk ki. Kaptunk egy bogyót. Elfogyott a homok. Várunk, akkor építhetünk egy homokvárat, hogy örömünk legyen belőle. Fél siker. Alakul, alakul. Nem reménytelen. Tanuljunk egy kicsit mászni. Alakul a dolog, már 40%-kal meg tudjuk mászni. Oké, ígyük meg a vizet belőle. Törjük fel. Az a baj, ez rengeteg idő. Ez fél óra alatt eszünk meg egy kókuszt. Jó, mondjuk igazából elég jó bevétel kajából. Azt nem tudom, mi lesz majd, ha elfertőződik. Majd kiderül. Na, hát ez van. Tudok bármit tenni rá? Nem. Jó. Akarunk-e átmenni? Igazából nem a kérdés, hogy akarunk-e, hanem hogy kell. És az se egy kérdés nélküli. Jó, menjünk mélyebbre, nézzük meg azt a belső dzsungel. Itt mit találunk? Építhetünk valamilyen menedéket. Kődobás! Elmenekült. Ja, és tudunk valami. De mire lenne jó ez egyáltalán? Balta, meg rengeteg minden. Kavalevél. Legyen az bármi is. Jó. Hát, ha ez kell a... Nem. Hasznos. Nem azt mondom, hogy félelmetes, de egy picit segít. Csökkenti a fájdalmainkat. Úgyhogy alapvetően nem olyan rossz dolog az. Találtunk egy nagy fát. Ez 15%-ba kerül. Az egy kicsit sok. Mindegy, most már kivágjuk. Meg találtunk egy rönköt.
Egy óra. Egy 100%. Kaptunk egy rönköt, meg kaptunk egy nagy házat. Öt rönk, meg... öt rönk, és egy van. Egy rönkkel bírunk, és egyáltalán meg tudom mozdítani, ha nem nagyon. Jó. Maradjunk annyiba, hogy ezt nem fogjuk kijavinni. Legfeljebb itt is építünk egy tűzhelyet, meg ilyesmit. Ez a menedék egyébként mibe kerül nekünk? Csak úgy... szó-szó. Annyira nem vészes. Sok, de nem reménytelenül sok. Még egy kis felderítést megejtünk ide. Oké, találtunk néhány új cuccat. Weston! Aha, ha majd lesz. Jó, levélágy. Meg... itt lehet majd készíteni, gondolom, komolyabb ruháfát. Jó. Ez magában semmit nem tudok vele tenni. De igazából majd ki tudjuk vinni. Kis fát a simán kivágjuk. Jó, és akkor ennyit tudunk kijebb vinni. Fájdalmasan hosszú, amíg kimászunk. Egy óra vissza a partra. Nem biztos, hogy megéri, és lassan kell új eszköz. Nem élem, hogy visszanyerünk ebből valamit. Mondjuk a kő maga nem vészes. A fa, az a probléma, meg ugye majd kell megint akkor reszelni. Hogy hívják ott. Nem. Kifúrjuk, és akkor meg tudjuk inni. És problémáink vannak. Plusz iszonyú meleg van. De azzal nem tudok mit kezdeni. Egyenlőre. Ó, egyedül érzi magát. Hát, látod, az egy problémás ügy. És nem fogod szeretni a kókuszt, amit itt készítünk neked, mint kaja. Ugye ez innen nehéz el is képzelni, hogy a kókusz az egy unalmas kaja lenne. Na hát ez van. Jó. Azzal az a baj, hogy csak egy újabb ilyen éles. Követ kapnánk. Ami nem egészséges. Jó. Valamit lehet vele. Összetörhetjük. Mit kapunk? Nem szeretik a... állatok. Fél siker. Jó. Kaja. Fájdalom. Nagyon nem szeretjük a kókuszt. Ígyunk egy kis tiszta vizet, vagy legalábbis nyomokban tiszta vizet. És akkor menjünk. Hát találtunk némi
szép cuccot. Hát, azzal nem vagyok előrébb. A rövid véleményem. Úgy állunk ezzel a mászás ügyjel, nem túl jó. Kicsit éhes, azt mondja. Hát az még bőven jó. Szuper fáradt. Mondjuk eléggé esteledik. Egyébként is. Igyunk. Tudunk-e valami más tenni, mint a... Ha megejtjük ezt. Aloeggél. Az mit tud nekem? Aloe, meg két aloe és egy vágószerszám. És felteszem, majd az kell nekem a... Hogy hívják rá? Erre itten. Nem. Ah, minőségi. Ellátás. De csak nem tudom felrakni arra a sebre. De. És akkor kevésbé lesz fertőzött, helyes. Jó. Akkor mégiscsak működik ez a dolog. Jó, alakul ez a túlélősdi, ha így folytatjuk. Mi kell nekem? Azt hiszem, 3 órát rászánunk egy második szerszámra. Az nem egy haszontalan opció. Hát egy órát... Hát igazából rászánhatunk arra, hogy gyakoroljunk. Hát, ha segít. Jó, hát ez kicsit megtisztul, de az csak egy ilyen átmeneti állapot. Mi kellene nekem? Szomjasak vagyunk, úgyhogy ígyük meg a vizet. És remélhetőleg másnap lesz majd újra eső. Mert ha nem, akkor kezdünk bajba lenni. És nem itt, hanem a sátorunkban. Pihenjünk, az mégiscsak kultúráltabb. Hát fájás az elmegy, viszont nincs eső. Úgyhogy akkor ígyunk egy kis kókuszlét, és nincs több kókuszunk. Úgyhogy kezdünk bajba lenni. Kezdünk bajba lenni. Arra azt hiszem ráférne egy ápolás. Na megint gondjai vannak. Nem is tudom pontosan miért. Én nem azt mondom, hogy minőségi kaitkezést ejtünk meg. Rustic Spear. Jól hangzik. Hunting or fishing. Helyes. Azt hiszem egy órát először rászánunk egy homokvár építésre. Egy órát a
küzdelemre. És akkor utána jöhet a mindenki kedvenc kókusza, mert más kajám nincsen. Gond az, hogy italom sincs, és az úgy azért eléggé kellene. Na, találtunk egy rákot. Azt mondjuk betoljuk. Jobb híján. Lemongrass. Megehetjük. Szintén jobb híján. De mondjuk nem egy jó megoldás. Az a baj, hogy ha nincs 2-3 naponta eső, akkor nem lesz vízünk. Meg persze a kókuszból jön annyi, amennyi, de az azért nem sok, mint látható. No, hát 5 napig húztuk, és utána szomjan haltunk. Kaptunk egy pöttyöt, jipi! No, hát folytatjuk legközelebb egy újabb menettel. Alakult, egy-két dolgot megtaláltunk. Valószínűleg hamarabb meg lesz majd akkor az a lányzsa. Például, azzal előrébb vagyok. Már ennyi, innen folytatjuk.